kérdezném, hogy hol van az első kapcsolódási pontja az embernek az omegához. És az emlékeimet vettem elő, azt a gyerekkori emlékemet, hogy én 1962-ben születtem, és május 12-én. És a két dátum, hogy 1962 és az omegának a megalakulása is 1962, és a májusi hónap az omegának is a május 5-e. Tehát egy ilyen kapcsolódási ponttal kezdődött a gondolatvilágomban az omegával való kapcsolatom. És én nekem onnan jut eszembe az omega, és szerintem ebből a szemszögből senki nem közelítette meg, amit én most el fogok önöknek mondani, vagy nektek el fogok mondani. Abban az időben, az 1968-70-es évek, akkor voltam 6-7 éves, 8 éves, akkor még úgymond a kulturális élet a búcsúkban zajlott. És ez a búcsúk, ezek minden falunak megvolt, én egy kis faluból származom, ezek a búcsúk, ezek mindig úgy indultak el, hogy hétvégén, vasárnap ünnepeknek a, úgy mondom, a településnek a legnagyobb ünnepének számított, akkor találkoztak a családok, és ott mit hallottunk az Omega együttesnek a dalait, amikor ment a körhinta, vagy amikor a célművöldénél lőttünk, a bakelit lemezről. És én nagyon emlékszem azok a, úgy mondom, árusokra, ahol a bakelit lemezeket meg lehetett venni, de nem tudom, hogy honnan szerezték, és sose felejtem el a kóbornak azt a hosszú haját, ez a trapézos szárú sejem nadrágba, trapézos szárú és az a magasabb talpú cipőbe, tehát nekem ilyen emlékeim vannak róla, és mindig egy álomvilág volt számunkra, hogy ezek az emberek, ezek az Omega együttes, ez tulajdonképpen így kézzel fogható számunkra sose lesz, tehát ez egy misztikum, mert egy olyan nem ismert együttesről beszélünk. Én azt mondom, hogy ők voltak a legelismertebb zenekar, és hozzájuk zárkoztak fel a többi rock együttes, pop együttes, mert minden az Omegára szól, tehát alfától az Omegáig. Tehát én is kifejezhetném magamat. Talán ezek a kapcsolódások örömmel töltöttek el, és amikor meghallottam a múzeumigazgatónak azt a törekvését, hogy az Omegára kiáltást szeretné hozni Szentesre, megdobbant a szívem. Előjöttek azok az emlékek, a búcsú, előjött bennem az az emlék, ami az Omegához kötött. Mert amikor mi ezt hallgattuk, rádión, kis rádión, mert azért sose felejtsük el, hogy azért abban az időben középhullámon lehetett a rádiókat hallgatni, és az mai fiatalok már nem nagyon tudják, hogy forgattuk egy picit a rádiót, hogy még tisztában jöjjön az a hang. Mert azért nagyon fontos volt a fülünknek is az a tallam, az a ritmus. Tehát, amikor meghallunk egy dalt, lehet, hogy most nem üt eszembe a dalnak a címe, de automatikusan már jön is előbelőlem az a dalnak a szövege, ritmusa, érzése. És amikor az igazgató ezt a kiállítást ide akarta hozni, vagy idehozta, azt mondtam, hogy a városnak egy olyan lehetősége van, amit nem szabad elszalasztani. Mi ez a lehetőség? Én úgy gondolom, hogy Szentes még ismertebbéből válik, egy kulturális életnek egy olyan arculatát a pop irányából közelítjük meg, amely meg tudja mutatni azt, hogy igenis Szentes tisztelettel, szeretettel fogadta az Omega együttesnek a kiállítását, ennél fontosabb számunkra nincsen. De hozzátartozik az is, hogy mit tudom még hozzátenni az Omega együttesnek a repertoáriához, az, hogy idehozunk a tárgyakat, idehozunk azokat az eszközöket, a gitárt, a ruhákat, az emlékeket, mert végülis az emlékezünk egy együttesre, és egy olyan együttesre emlékezünk, hogy ez azért jó is legyen. Ezért javasoltam az intézményvezető úrnak, hogy ne csak kiállítás legyen, hanem nyissunk egy Omega éttermet is, és én az én tiszteletem feléjük, hogy mert kíváncsi az ember, hogy ki is ez az Omega, ki a kóbor, kik voltak a tagjai, vagy kik a tagjai, mit esznek, mi fontos, mert az én kíváncsiságom az kiterjedt bővebben is a gasztronómiai dolgokra. És én úgy gondoltam, hogy ez fontos számunkra, hogy akkor legyen egy Omega étterem. És az igazgatónál nyitott kapukra találtam, és itt szeretném megköszönni az igazgatónak azt a munkát, amit végez ebben az Omega kiállításban, hogy 30-ára úgymond, hogy toppon legyünk, és 30-ára pedig az étterem is olyan színvonalon tudja, mint az Omega együttes abban az időben azt a színvonalat képviselni. Tehát nekünk gasztronómiai történetben én úgy gondolom, hogy az Omega együttesnek az ételeinek az elkészítése nagyon fontos, és bízom benne, hogy nagyon sokan kíváncsiak az Omega együttesnek a kiállítására, és azokra az ételekre is, és én szeretettel hívok és várok mindenkit, jöjjenek el Szentesre, érezzék a magukat,
menjünk vissza a történelembe, menjünk vissza a múltba. Tehát ha valaki ellátogat a kiállításra, igen, akkor utána át tud ide jönni az étterembe, elfogyasztani az Omega együttes által preferált ételeket. Pont ez volt a lényege, hogy az Omega kiállítás a Koszter József Múzeumnak a külön termeiben megvalósulnak, és én úgy gondoltam, hogy a város központjában lévő egyik étteremben, nívós helyen, a Szecesziós házban legyen egy Omega étterem kiállítás időtartamát. Ha megállja a helyét az étterem a későbbi folyamán, ez egy lehetőség lesz akkor a vendégeknek is, hogy ide bejöjjönek, fogyasszák továbbra is azokat az ételeket, amit az Omega-nak a kedvelt ételeim voltak, vagy lesznek, vagy amit szeretnek. Éppen most beszéltem a Kobor úrral, hogy hát azért a brassói, és ki hogy szereti a brassói. Elmondta nekem, hogy ő hogy szereti, hát egy az ízlésünk. Én is így szeretem, hogy a Kobor. Oké. Kinek ajánlod ezt a kiállítást? Ezt a kiállítást? Mindenkinek. Ha mindenki alatt az egy távfogalom, én azt gondolom, hogy az én korosztályomnak, meg az a korosztály, amelyik fölnőtt rá, tehát úgy mondom az én előtte még 5-6 évvel idősebbeknek, de ajánlom a fiataloknak is, mert egy kortörténetet látunk, azt a kortörténetet látjuk, mert mellette azért ne felejtsük el, hogy a 56-os események után vagyunk történelmileg 6 évvel, és azért még a 56-os események, a forradalomnak a úgymond a politikai vetületei azok már 62-ben még azért nagyon látszottak. Én mint gyerek nem érezhettem, mert akkor születtem. Igenis rányomja a bélyegét, és én azt kérem mindenkit, hogy jöjjenek el, nézzék meg ezt a csodálatos kiállítást. Azért merem mondani a csodálatos kiállítást, mert engem az igazgató tájékoztatott arról a kiállításnak a részeiről. Nem akarok kulisszititkokat elárulni, érdemes eljönni, érdemes újraélni a történelmüket, és érdemes azt a történelmet is újraélni, amikor abban az időben az a zene szólt, az Omega az felülmúlhatatlan, az Omega él és élni fog.